Sziasztok! Üdvözlöm titeket! Ez a Pilisi Kilátások sorozat következő epizódja. Itt vagyok még mindig a Hosszúhegyen, és a mai kis videócskában megmutatok nektek egy érdekes helyet Piliszántó közelében, ami egész pontosan a Hosszúhegy tövében található. Egy gyógyító csillag van a település határában, tényleg a Hosszúhegy tövében, egy ilyen egykori kőfejtőnél. Kicsit ilyen ezoterikus jellegű epizód lesz. Vágjunk is bele! Egy oldalának másik érdekessége a Piliszántói gyógyító csillag, ami itt van Piliszántó külterületén, lényegében a Hosszúhegy tövében, úgyhogy most ezt nézzük meg. Nem tudom. 2008 óta létezik elméletileg, és gondozza valaki. Ő állította így csillag alakba a köveket, és hát elméletileg ez egy szent hely, és gyógyító energiák vannak, meg itt a Földnek a mindenféle törései, meg geológiai törések, meg a gondolom még a Pilis szívcsakrája, meg stb. Az is ide keveredik. Kicsit szkeptikus vagyok, az az igazság, de aki hisz benne, az higgyen benne. Van egy kis bulvár oldal vonulat is itt a történetben, ahogy most egy gyorsan rákerestem, tehát Berecki Zoltán is járt itt az autóbalesetét követően. Aztán állítólag azóta még többen járnak ide gyógyulni, miután erről a helyről posztolt valamit. Gyanítom, hogyha én erről posztolok valamit, akkor nem fognak tömegek jönni ide, de ne is ezért gyertek igazság szerint, mert tök szép hely. Tehát jó, persze meditálni, ha nem is hiszünk abban, hogy ez itt gyógyító erővel bír, de egy nyugis hely, tehát így ki lehet ide jönni, nincsen messze Piliszántótól, tehát konkrétan itt van alattam Piliszántó, arra, abban az irányba, és így ha busszal jön az ember, akkor is egy olyan negyed óra gyaloglás tulajdonképpen, és ide érkezik. Szóval ez legalább annyira szép hely, mint mondjuk egy kilátópont a Pilisben. Mondom, van egy ilyen kis ezoterikus gyógyító hátterem. És meg kéne keresnem a csillagjegyemnek megfelelő követ, azt hiszem, és oda kéne ülni, és akkor gyógyulnék, vagy pedig 5-10 percet leülni ott a kör közepén. Viszont, hogy hasson a gyógyító energia, akkor nem is tudom, meddig nem lenne szabad fürödnöm, és hát most eléggé meleg van, úgyhogy
este biztos, hogy zuhanyozni fogok, tehát ha le is ülnék, akkor is a gyógyító energiák azok bizony lemosódnának rólam. Na mindegy, ha hisztek benne, akkor gyertek ide, a hely szép, és biztos, ha hiszel benne, akkor meg fogsz gyógyulni. Egyébként van két kilátópont is a gyógyított csillag fölött, ami egyébként fogalmazunk úgy, hogy ez biztos egy egykori kőfejtő volt, úgyhogy a felső részen ott annak közelébe vezet valami út, és ott vannak kilátópontok, úgyhogy most az a tervem, hogy a hosszú hegyet egy kicsikét körbejárom, aztán visszafele Pilisántó irányába, hogyha jövök vissza, akkor ott fogok eljönni fönt, és akkor megnézzük, hogy mi is a helyzet ezzel a kilátással. Ami azt illeti, itt a gyógyító rózsa fölötti domboldal, tehát a kőfejtött teteje is tulajdonképpen egy fantasztikus kis kilátópont, fordulok is. Itt az éppen szürkületbe boruló Pilis-hegy magasodik mögöttem, és így a Pilis további részei láthatóak. Egyébként érdemes lett volna egy kicsikét hamarabb kérnem ide, hogy valahogy úgy világosba is meg tudjam mutatni, de hát ez így most így alakult. Pilisi kilátópont volt, ami ugye nincsen benne természetesen a Pilisi kilátások sorozatban, csak így kíváncsi voltam, és utána jártam egy dolognak, és tessék, így belebotlottam egy tulajdonképpen fantasztikus kis kilátópontba.
gyorsvényen ki lehet ide jönni, és mutatom is, ugyebár alattam van a gyógyító csillag, és hát itt a Pilisi medence, vagy hát nem is tudom ez micsoda, Szántói medence, nem tudom hivatalosan mi a neve, de az minden esetre a Pilis hegyet mögöttem, a maga 756 méter magasságában, szóval a hosszú hegy se picike, 480 körül van a teteje, de hát ez még egy olyan 280-nal rápakol. És eddig tartott a mai epizód, a mai Pilisi kilátások epizód. Innen folytatjuk, legközelebb is valószínűleg itt a hosszú hegy környékéről jelentkezünk egy újabb érdekességgel. Addig is kövessetek, meg keressetek, meg lájkoljátok a videót, meg osszátok, meg esetleg támogassatok, és várunk vissza legközelebb is a következő epizóddal. Addig is, sziasztok!